Sztálin halálának rejtélyekkel övezett kérdőjelei, amelyekre a mai napig nem tudunk pontos válasszal szolgáltatni, hogy hogy és mint történt ennek a mocskos diktátornak a halála. Na most ezt fogom szépen elmondani nektek, hogy mi az, amit a történettudomány ez idáig felfejtett, melyek azok a körülmények és aspektusok, amelyeket ismerünk Sztálin haláláról, mi a legelfogadottabb forgatókönyv, hogy vajon hogy halhatott meg, miért halhatott meg, kik által halhatott meg. Szóval ha érdekel a téma, légy kedves feliratkozni és lájkolni ezt az előadást, vágjunk is bele. Onnan illdomos kezdeni, hogy Sztálin a II. Világháború után már egy picikét megrottyant, már egy megfáradt öregember, akinek alapvetően vannak már hozott betegségei és kezeletlen betegségei. Ugye itt az orvosper ügyében már érintettem, hogy nem annyira volt nagy bizodalommal az orvosok irányába is, és bizonyos például vérnyomás problémáit hát nem igazán kezelte, ennek meg lesz az eredménye. Onnan indulunk ki, hogy 1953. február 28-a a legszűkebb belső kör, itt olyanokra kell gondolni, mint Malenkov, Beria, Molotov, Ruzsicsov és pár más személy, hát egy picikét egyeztetett Sztálinnal, ezt magyarul úgy kell mondani, hogy lerészegettek ugye a Sárgaföldig, és eléggé hosszúra nyúlt ez a bizonyos este, majd másnap, hajnalban, március 1-én olyan hajnali 4 óra fele volt, hogy Sztálin valahogy elmászkált dácsájának egyik ágyába, ahol megpróbált lepihenni. Itt most nit, meg kell állni, mielőtt a történettel tovább megyünk. Március 1-e hajnal van, de itt megállok. Miért? Sztálinnak nagyon merev volt a napi beosztása. Általában délelőtt aludt, kora délután felkelt, és utána rendezte a napjait, általában hajnalig volt fent, és azért aludt másnap ugye, vagy aznap délelőttjén általában. A testőröknek nagyon mereve meg volt határozva a feladatköre. Nem lehetett őt zavarni, csak hogyha ő jelzett, akkor lehetett hozzá bemenni. Ezek nagyon fontos szempontok, és most itt ugrunk vissza az időbe. 1953. március 1-én vagyunk. Délelőttnek ugye a végeje felé szokott általában Sztálin csengetni, csengetett milord, ugye, kéri a kis teácskáját a bele. Na és akkor kérem szépen, Sztálin nem csenget, tehát a testőrség itt azért már kicsit úgymond morgolódott, hogy most mi a franc van, stb., de hát nincs nagy baj, biztos még pihen a gazda. Ugye mindenki így nevezte Sztálint, a gazda, hát egy döbrögi volt, csak egy kicsit gyilkos döbrögi. De nem csengetett. Eltelt a nap, már ott van az este, lassan, és még mindig délután se, kora este van, és még mindig nem csengett Sztálin. Megvannak a testőröknek a visszaemlékezései, hogy egymást próbálják biztatni, hogy menjél már be, ne menjél be, tehát nyilván mindenki már, bocsánat, be volt szarva, hiszen ki volt adva a parancsba, hogy nem lehet zavarni Sztálint. Senki nem kockáztatta, hogy menjen a gulágra, csak azért, mert türelmetlen volt, és bekopogtatta. Ott volna Sztálinhoz. Ezért nem volt bekopogtatás, de én most egy kicsit kortyulok. De úgymond egy felmentő sereg erejével jelent meg este 10-11 óra magasságában, hogy a Kremlből megjött a napi posta. Megvolt az indok, hogy miért lehet Sztálint meglátogatni, úgymond. Viszik be hozzá a leveleket, és akkor látják, hogy a dácsájának, ugye, tehát az a lakosztálya, ahol ő volt, ott kérlek szépen a padlón, a kis ebédlőnek a padlóján, pizsamában összehúgyozva magát, már kihűlés állapotában fekszik, magyarul biztos, hogy már több órája ott feküdt, valami történt vele. És akkor ugye a testőrök rögtön egy picit elkezdtek leizzadni, hogy jújjújjúj, valamit tenni kellene. És akkor valakit ki kéne hívni, hát ugye itt már te is rögtön tárcsázott a megfelelő számot, ők természetesen kitárcsáztak, hát a politikai vezetésnek ugye a grénumját, jöttek rögtön nem is, hogy nagyon soká Beria és a társaik, ugye megérkeztek, de ez időtájt, ugye, már a test, ami akkor még él, Sztálinnak a teste a nagyszobának a díványára lehet helyezve. Kiér Beria, kiérkezik Molotov és a többiek. Nézik, gondolkoznak, hogy
Hát ugyan valami, mint hogyha tényleg lenne, tehát alapvetően horkó. Hát biztos mélyen alszik, még az alkohol dolgozik benne, stb. Úgyhogy akkor, kérem szépen, Beria, hát egy kicsikét leaszta, ugye, leszitta eléggé a testőröket, hogy hát mit gondoltak, ti nyomorultak? Hát itt a Sztálin úr alszik. Mit zavarjátok? Miket is mit zavartok? Hát mindenki menjen a dolgára. Ez egy fontos szempont. Majd erre mindjárt visszatérek. Nem egy Agatha Christie féle történet? Hát ember, akár az is lehetne. Figyeljed a részleteket. Beria elküld mindenkit. Nyugodtan menjenek a dolgukra, ők is a politikai vezetőkkel hazamentek. Eltelik több óra hossza, és a testőrség, hát tovább is úgy látja, hogy ezért oké, alszik, de olyan furcsán veszi a levegőt, meg olyan furcsákat horkant, meg az kifejezése, meg minden, hogy ez nem egy természetes alvás. Csak hívjuk ki újra, na vajon kiket? Hát a politikai vezetőket. És a politikai vezetők ekkor egy kicsikét már tényleg ott nézik, hogy itt ez mondjuk úgy nem természetes, és akkor már ők döntenek azon, hogy hívjunk ki orvost. Mi a probléma? Körülbelül 10 óra legalább már eltelt azóta, hogy Sztálint megtalálták, és hát nincsen orvos. Nincs orvos a Krem környezetében. Moszkva vonatkozásában is alak találnak már orvost, évkézzább orvost, hiszen az orvospár okán egy csomó embert becsuktak, kinyírtak, vagy éppen elüldöztek. Nem nagyon volt már, akit oda lehetett volna hinni. De aztán mégis ugye megoldódott, jött ez a bizonyos orvostáb, és akkor feltérképezték, hogy mi a helyzet. Ekkor megállapítottak azt az alapvető tényezőt, hogy ez már bizony az agónia haldoklásnak a pillanata. Nyilván ott sokfajta vizsgálatot végrehajtottak rajta. Egyértelművé vált, hogy agybérzése van. A jobb oldala, karja, láb rész az már elkezdett lebénulni. Tüdőröggent hajtottak rajta végre, EKG-zták, vérnyomás. A vérnyomása már 200 felett is volt, ugye ez egy visszatérő probléma Sztálinnak, ami nem volt kezelve, és ugye akkor ott helyben próbáltak ilyen kicsit primitív orvosi módszereket alkalmazni, biócákat tettek a nyakára, tudod, intu a bakterás biócás ember, mindegy, és beöntés is adtak neki, ilyen tojás kis löketet, hogy az esetleg valami táplálékot tudjanak bevinni, mert már a bénulás okán már a hagyományos táplálkozásra alkalmatlanná vált. Sztálin, illetve különféle nyilván erősítő injekciókat is próbáltak neki adni, de mindezeket annak tükrében, hogy jelezték, ezt már nem lehet visszafordítani. És akkor 1953. március 5-e este 21 óra 50 perc környezetében Sztálin meghalt, sokak örömére, avagy éppen egyesek bánatára, de inkább ennek azért jóval többen örültek. Svetlana, ugye leánya a memoáriában írja le, hogy azért egy eléggé szenvedéssel telített volt, hát az életéhez méltó módon halt meg Sztálin, hát gyakorlatilag megfulladt, ugye, de ez nem egyik pillanatra másikra, zajlott le, nem azért hosszabb időt vett igénybe. És akkor mi történhetett? Van az egyik narratíva, hogy természetesen az alapbetegségeinek hatására következtében halt meg. Mint ahogy láthattuk ezt az időbeli levezetés, azért ez egy picikét sántít, mert nem volt orvosi beavatkozás. Miért nem volt orvosi beavatkozás? Mert nem hívták hozzá a kollégái, a barátai, ugye, az orvosokat. Miért nem hívták hozzá? Talán nem azért, mert volt egy kis egymásra kacsintás, hogy rendben van, kerüljön ki a képletből. Egyébként Hruscsov, megint utalok a memoáriára, azt írta le, hogy Beria mondta neki azt, hogy mivel itt elrendezte Sztálint, abból a szempontból, hogy az őrséget ugye lecsitította, Sztálinhoz nem is engedett ugye orvosokat, hogy hát ő megmentette mindannyiójuk életét. Tehát, hogy ez lenne egy beismerés Beria részéről arra, hogy bizonyít ő neki van benne a keze Sztálinnak a halálában azáltal, hogy a segítség nyújtás lehetőségét ő leredukálta. Beriának erre egyébként tökéletesen megvolt az indoka, hiszen Beriát Sztálin minden bizonyal ki akarta vonni a képletből,
és Molotov sem volt nagyon különb ebből a szempontból, hiszen őt is ugye valószínűleg egy nagy zsidóperben kinyírta volna, minden bizony az orosperrnek egyik ilyen mellék ágában. Hát azért itt mindenki tudta, hogy a gazda, ha eltávozik, nem biztos, hogy annyira sokat vesztenek a túlélők, magyarul ők túl fogják élni. Tehát itt talán a legelfogadottabb narratív az az, hogy a munkatársak egyszerűen, tehát a legszűkebb felső vezetések a tagjai egyszerűen direkt nem hívtak orvosokat, nem hívtak segítsége, és ezzel gyorsították fel, vagy tették már visszafordíthatatlan az egészségügyi állapotának romlását, és ezáltal Sztálin halálának az előidézését. És emellett szól az is, hogy amikor meghalt a gazda, akkor a hatalomnak az átörökítése és az új politikai rendszer felépülése vagy kialakítása nagyon-nagyon gyorsan végbe ment. Feltételezhető, hogy itt előre már le voltak kosztva a lapok, ezért is mehetett ez ennyire gyorsan végbe. Na tehát röviden így lehet összefoglalni ezt az egész történetet, de ezeknek teljes mértékben, fekete-fehéren még nem ismerjük a tényszerűen alátámasztható válaszát, hogy Sztálin miért és hogy halt meg. A körülményeit ismerjük, és ezekből lehet történettudományilag nyilván levezetni narratívákat, amelyet megalapozottan tudunk megfogalmazni a kontextusok tükrében. Én most ezt próbáltam elmondani a számotokra, remélem érthető és élvezhető volt, és ha új információkkal tudtatok gazdagodni, kérlek légy kedves ezt az előadást lájkolni, feliratkozni az oldalaimra, és megosztani a videóimat, hogy minél több emberhez jussanak el ezek a nem hétköznapi történeteknek a megismerhetősége. Nagyon szépen köszönöm a közreműködést, minden jót, üdvözöllek!